Ezúttal a manierizmus korszakával, egy rövid korszakával szeretnék foglalkozni, ami egy picit ilyen rossz gyerek vagy fekete bárány szerepében tetszereg. Már a 19. századtól kezdődően a manierizmus kapott egy negatív felhangot. Maga a szó is, hogy manír. Valaki manírozottan alkot, vagy maníros ember, modorosságot jelent egy picit, olyan színháziasságot jelent. Miközben előtte a reneszánsz egy harmonikus, klasszikus értékekre, ókori klasszikus értékekre alapozott szépségeszményt, természeteszményt képviselt, és később a barokk pedig önállóan egy nagy egységként egy látomásos művészetet valósított meg. A kettő között van beékelődve, 1520-1600 környékén ez az Itáliából eredő korszak a manierizmus, ami viszont az én elgondolásomban egy nagyon jelentős csíra vagy mag, és az európai kultúrtörténet, művelődés történetben az első különös korszak, hiszen lázadást jelképez. Ebből adódóan a manierizmus 60-80 éve az én felfogásomban egy kicsit a modernizmust, a lázadó, az európai szellemiséget jelképezheti első jelentős valójában, hiszen szembe megy a reneszánsz szépségeszményével és annak klasszikus harmóniára felépülő rendezettséget sugalló világképével. A manierizmus egyik legkiválóbb művésze a görög származású El Greco volt. 25 éves koráig Krétán élt, s a bizánci ikon festészet jegyében alkotott. Ezt tanulmányozni utazott Velencébe, ahol aztán megismerkedett Tintorettóval és Tizianóval, a késői reneszánsz két legnagyobb hatású alakjával. Saját művészetének jegyei mellett s a Velencében tanultak hatására, El Greco alkotásain megjelentek a Tizianóra és Tintorettóra jellemző, szimpadias, drámai, erős kontrasztokon alapuló festészeti jegyek és az átlus képarány. A reneszánsznak van egy nagyon szép rendezett, a természetet kívánja utánozni ugye a reneszánsz, annak egy ilyen objektív utánzását, tehát hogy egy matematikai rend van, egy valós kozmosz van a természetben, azt próbálja képekben megvalósítani a reneszánsz alkotása. Ebben sugallva, hogy harmonikus és szép az ember és a természet és Isten és ember kapcsolatában ezt a harmóniát érdemes keresni. Ezzel szemben a barokk felé közeledő manierizmus fellázad ezzel a klasszikus szépségeszménnyel és behozza a látomást. Nem, a festő feladata nem utánozni a külső világrendjét, kozmikus rendjét, hanem a bennünk megfogalmazódott isteni ideát, azt a belső képet, ami bennünk érzésekből, látomásokból, víziókból, sajátos, egyéni, individuális jellegünkből fakadóan megfogalmazódik, és azt mint egy megvalósítani, egy vulkánszerűen kicsapni önmagunkból, hogy úgy mondjam. Ez a kifejezés módra, és nem a szépségre helyezi hangsúlyt. A kifejezés módban pedig konfliktusok vannak, belső konfliktusok, hogy fejezem ki a bennem lévő isteni képet, ami megfogalmazódott a világ egészéről, hogyan valósítom meg mindezt. Ez szabálytörést jelent egyben. A külső szabályok, a reneszánsz alkotta objektív, matematikai szabályok feltörését jelenti. Az egyénnek azt a képességét, hogy szabályalkotóvá válhat. Ha bennem van az isteni idea, ha képes vagyok ezt érzelmeken keresztül megfogalmazni, akkor azt jelenti, hogy a külső szabályok nem korlátozhatnak. Ez a géniusz korszak születése, a zseni kultusz születése. A zsenit nem korlátozhatják szabályok. Ő maga az alkotásával hoz létre új szabályokat. Tehát ő lesz a szabály, akit majd aztán követnek. Utólag nézve ezek a szabálytörő emberek, akik a bizart, a groteszket, a látomást, a drámaiságot keresik az alkotásaikban, mert egy reneszánsz harmóniában már nem hisznek. Kolumbusz felfedezi Amerikát, reformáció
összeütközésbe kerül a katolicizmussal, abszolutizmus, óriási vallásháborúk Európában. Ez a korszak szüli meg a bizalmatlanságot, az új szépségeszmények keresését fogja motiválni. Tehát egy béke korszaka, mintha lezárulna, és így egy belső kavargás jön létre, mind a világban, mind az emberben. És ha a régi szabály nem működik, akkor újakat kell teremteni. De mivel megszületik az egyéniségnek a magja, a csírája ebben a korszakban, ezért ki más legyen a szabályalkotó, mint a zseni. Viszont ő meg sokszor konfliktusba kerül a világgal, mert az emberek mégiscsak a ismert szabályokat szeretik. Aki megtöri azt mindig félelemmel kísérik. Ilyen egy nagy találmányok is ilyenek mindig. Mindig félünk az új dolgoktól. És a festészetben ugyanez utólag igazolódik, hogy ők lesznek, akiket aztán követnek, új világszemlélet, a barokk jön ki belőlük. Sőt, El Grecóból, amit itt látunk az ötödik pecsök feltörése, ami abszolút ezt igazolja, ezt az egész elgondolást, nézzük meg a sárgákat, a zöldeket, a kékeket, hogy olyan, mint a kagyló héja lenne, vagy akkor olyan kagylós színek lennének, önmagukban világítanak, nincs külső fényforrás, nincs nap, ami megvilágítana, maguk világlanak, a látomás, a belső vízió, a belülről fakadó konfliktusok, ami abban járnak, hogy új szabályt alkossak, hogy a régit nem fogadjam, lázadjak, keressem az új szépségeszményt, ami már nem a harmonikus formákban, nyújtott figurák, tulajdonképpen belső érzelmi és gondolati csóvák. Azt lehet mondani, amik itt forronganak, hullámzanak ezen az alkotáson. El Grecónak, ez sok alkotása közül természetesen az egyik, azért emeltem ki, talán a legkifejezőbben hat majd a későbbi modernitásra. És hogy egy kicsit összefoglalja mindazt, amit így több irányba elfuttattam. A manierizmus, mint válságkorszak, mint lázadó korszak, mint az új szépségeszményt és új emberideált kereső korszak sokban hasonlít a görög klasszikus korszak után kialakuló hellenizmusra. Amikor a görög klasszikus elkezd terjedni Európában időszámítás előtt, akkor hellenisztikussá válik. Hellenizmus azt jelenti, hogy találkozik más kultúrákkal is a görög. Ott forrongás jön létre. Minden kiteljesedés egyben egy bomlást is jelez. Ugyanez a reneszánsz terjedése más országokban annak, kiterjesedése egyfajta bomlást idéz elő benne. Találkozásokat, új konfliktusokat generál. És ilyen lesz majd tulajdonképpen ennek a képnek, mint ez a korszak, mint előfutára a modernizmusnak is, ahol a 19. század realisztikus, akadémista felfogásával szemben majd megszületik egy expresszionista Munch, vagy Munch, ahogy szokták, vagy egy Van Gogh, aki szintén ezt a belső expressziót, ezt a belülről fakadó, bennünk lévő képek, érzelmek, konfliktusok, problémáknak a világ felé való kimutatását jelzi, ami már az egyéniséget, a zsenikultusz hozza létre. Kicsit furcsa záróakkordként azt mondani, hogy a manierizmusban az egyéniségek kezdenek el kidomborodni, és nem a korszak jegyei az uralkodóbbak, hogy ki tudja azt a gyönyörű ideált, szépségideált jobban megfogalmazni, az volt a korszakok jellemzői. Itt egy picit a korszaktól leválnak az egyéniségek, és nagyon eltérő stílusok, eltérő műfajok, munkák jönnek létre, életművek, ami eltérő utakat fognak majd aztán a modernizmusban, amikor őket felfedezik generálni. Hiszen a modernizmus is egyfajta lázadás egy addigi korszakkal szemben. Úgyhogy kicsit ez az időszak, a hellenizmus, a reneszánsz válsága, és majd később a 20. században, vagy a 19. században a polgári kultúra válságát fogja jelezni. Nagyon hasonlatosak. Persze nem egyformák, csak hasonlatosak. És minden ilyen korszaknak, mint mondottam, mindig az egyéniségek a domináns elemei, figurái és pontjai, akikből aztán iskolák születnek, és végül korszakokat tudnak létrehozni. Kicsit azt mondhatnám, hogy El Greco a maga látomásszerű, nyújtott, hullámzó drámaiságával létre fog hozni évszázadokkal később egy szemléletmódot, egy látásmódot, ami tulajdonképpen napjainkig jellemző ránk. 20. század, 21. század sok tekintetben az állandóítás, az állandó szabályfeltörés, az állandó innovációnak a jelképe, ami mégiscsak valahol egy ilyen kreatív belső
létből fakad. Úgyhogy azt gondolnám, hogy 5. pecsét feltörése valóban egy lázadás, egy látomás, Szent János jelenések könyve látomás, amely egy picit egy borongósabb, félelmetesebb világot idéz meg a saját korában, mert az ismeretlen múltat próbálja meg egyénileg feltörni, és ebben egy radikális kultusz vagy kultúraváltás hoz létre.